Szombat délben már javában rotyogtak a paprikások és pörköltek itt a Noszai iskola udvarban. A rendezvényre a falu apraja nagyja ellátogatott. Masa Ilona minden évben részt vesz a főzőversenyen. Most barátai kérésére marha pörköltet készített. Marha pörköltet főztünk, és most főzzük hozzá a krumplit. És elmeséli nekem, hogyan készíti? Hát hagyományosan, megfőzzük, megpároljuk a hagymát, fölöntsük és főrakjuk a húst hozzá, és így főzzük a pörköltet, hagyományosan. Kis János nagymamájától tanult marha pörköltet főzni. A rendezvényen bemutatta tudását. A hagymát megpirítjuk, megpörköljük, aztán teszünk rá borsot, azt is egy kicsit fölébresszük, utána paprikát, egy picit megpörköljük. Nem a teljes mennyiségű paprikát, vagy valamennyit, hogy ne keseredjen meg, aztán enyhén fölöntsük, és belemegy a hús. Aztán annyi vizet teszünk rá, hogy ellepje a hús, és akkor fűszerezzük. Ki mivel szereti, sokan tiltakoznak a babérlevél ellen, vagy ilyesmi, én teszek bele azt is, szemesborsot, fokhagymát is teszünk. A rendezvényt mindig a Noszai templom védőszentje Szent Ágoston napjához, augusztus 28-ához legközelebb eső hétvégén tartják. Ez a rendezvény már hagyományossá vált most itt nálunk, mivel hogy az idén 14. alkalommal szerveztük meg. A történet úgy kezdődött valamikor, hogy a fiatalok összejöttek, ugyanígy augusztus végén, akkor még, és csináltak egy kis főzést. De ő csak maguk közt, a következő évben pedig már főzőversenyt szerveztünk. A fontossága pedig az, hogy ez egy kis falu, így nagyon kicsi most már, hogy úgy mondjam, és ebben az egy alkalommal tudjuk összehozni a falu lakosságát. A noszai eseményt a szabadkai önkormányzat is támogatta. A tavalyi rendezvény sajnos meghirdetésre kerültek, kiírtuk a pályázatot, de viszont nem bírtuk a rendezvényeket megtartani a vírushelyzet miatt, úgyhogy külön örülök annak, hogy az idén sikerült. Az eseményt kötélhúzás és művelődési műsor zárta.